Vendégek érkeztek a Széchenyi István Általános Iskola első osztályos diákjaihoz, ugyanis az intézményben hagyomány, hogy egykori óvonőik eljönnek megnézni, hogy az elmúlt hetekben milyen tudásra tettek szert, hogyan illeszkedtek be a gyerekek az új környezetükbe. Olyan október környékén, amikor már nagyjából beilleszkedtek az első osztályosok, amikor már feltalálják magukat az épületben, megismerték egymást és a pedagógusokat, akkor meg szoktuk hívni az óvonőket, akik örömmel szoktak itt lenni és elfogadják a meghívásunkat. Annál is inkább, mert nem csak a mi óvodásaink és a tanítóink kíváncsiak az óvonőkre, hanem ez fordítva is így van, hiszen szeretnék tovább követni, hogy mi lett az általuk dédelgetett gyermekből. Úgyhogy ez egy ilyen örömteli találkozás szokott lenni minden október környékén. Azt gondolom, hogy ma is így van ez. Hát van ennek egy kötetlen és egy kötött része. Alapvetően az első a találkozás időszaka, amikor jó nézni, hogy a gyerekek megölelik a óvonőt, és tényleg több hónap után találkoznak. Bepillantást nyerhetnek ezt követően a óvonők egy-egy tanóra világába, ahol megnézhetik, hogy az ő gyermekük az hogyan teljesít általános iskolában, tanórai körülmények között. A zárás az pedig általában az szokott lenni, hogy egy ilyen szakmai beszélgetés keretében az óvonők és a tanítók megbeszélik, hogy mit láttak, mit tapasztaltak. Van olyan, aki azt mondja, hogy egy teljesen más személyiséget ismert meg most így általános iskolai körülmények között, de van, hogy ilyen közös rácsodálkozás van, hogy valóban mi is így ismertük meg ezt a gyereket. Az iskolában csak nem 40 elsős kezdte meg szeptemberben a tanulmányait. Szerintem sikerült nekik már beszokni, vannak kisebb nehézségek, de ezeket korrigáljuk és segítünk mindenkinek, akár osztályszinten, vagy akár egyénileg is. Hát ilyenkor nagyon figyelünk arra, hogy kialakuljon egy szokásrend náluk, tehát hogy meglegyen a napi rutinjuk, tudják, hogy mikor van melyik órájuk, mikor mire kell előkészülniük, hogy a táskájukat hova teszik, melyik könyvüket viszik haza, mit raknak ki mondjuk az asztalra, tehát hogy milyen úzsisdoboz legyen ott, mi legyen ott az asztalon. Ami most nehézség, az a délutáni bepakolás még egy kicsit, aminél oda kell figyelni, tehát hogy melyik könyvet viszik haza, tehát az olvasókönyvet, a házikósat, illetve hogy kulacs és a 10 óra is bekerüljön. Tehát ez még egy kicsit nehezen megy, illetve hát talán néha órára előkészülni, tehát arra még oda kell figyelni, hogy melyik könyvet veszük elő, tehát mondjuk matekból a papírsárkányos és a halacskás, tehát tankönyv, munkafüzet, vagy akár a magyar órát. Tehát erre még azért hangsúlyt kell fektetni. A fokozatosság elvét azt mindig betartjuk, de így keretek közé rakjuk a gyerekeket, tehát van egy kialakult napirendjük, napirendkártyuk, amiken tudják követni, hogy melyik óra után melyik fog következni. Ádám! Oké, ügyes vagy. Jó, következő, sima vagy lyukas alap, amit láthatsz. Az óvodapedagógusok ilyenkor leginkább azt nézik, hogy a gyerekek figyelme mennyire tartós, illetve hogy mennyire bátrak az órákon. Minden évben örömmel szoktunk idejönni. Legtöbb gyerekünk ide szokott jönni a Fizánk óvodából, hiszen ez közel is van, és jó tapasztalataik vannak a szülőknek. Az idén nálunk én egy nagycsoportos, vagyis hát tavaly nagycsoportos óvónéniként engedtem el a gyerekeinket, és hát örömmel tapasztalom, hogy nagyon aktívak, nagyon-nagyon bátrak, és azok a gyerekek is, akikkel kicsikét bizonytalanak voltunk, hát ők is nagyon jól teljesítenek. Bizonyára hozzájárul az is hozzá, hogy örömmel látnak bennünket, és ilyenkor még aktívabbak. De azért azt tapasztalom, hogy akik innen, tehát kiengedünk a kezeink közül, szerintem jól teljesítenek, úgyhogy nagyon-nagyon fogom várni, hogy mit mondanak majd a tanítónénik. Én azt látom, hogy nagyon szeretnének teljesíteni, és jól megy nekik. Reméljük, hogy így is van. Leginkább akiknél bizonytalanak voltunk az, hogy mennyire tudnak figyelni, a figyelmük mennyire tartós. Ebben is látok előrelépést annál, akinél bizonytalanabb voltam, és hogy mennyire bátrak, mert volt, aki bátortalan volt. Én azt látom, hogy ebben nagyon sokat fejlődtek. A többi területen még nem nagyon tudnék nyilatkozni, de a figyelmük az biztos, hogy úgy látom, hogy tartós. Hát, imítam, hogy azért persze azért vannak kis elbillenések, gondolom. Amit látok, az azért az bizonyítja, hogy joggal vannak itt, tehát hogy kis iskola érettek már kis óvisaink. Harmadik oldat, egy kettest és látszok hármat, ott vagyunk, nyitva. Ez az.
képesnek kell lenni arra, hogy 20 percig figyeljenek. Azért látok elkalandozást, szóval azért nem gondolom, hogy teljesen jól megy ez még. Tehát a legtöbb gyereknek talán igen, de azért azt látom, hogy fontos azért szempontban figyelembe venni azt, hogy az iskola és az óvoda közötti átmenet. Most még azért kicsikét még engedékenyebbek lehetünk, hogy még azért talán óvodásabbként viselkednek, de azért azt gondolom, hogy azért egy-két hónap alatt ennek mindenképpen változnia kell, és tehát, hogy igazán iskolásoknak mondhatják magukat. Most még azért kicsikét óvodásnak látom őket, de az aktivitás és az akarat az biztos, hogy megvan.